támogatás. Közel 1 millió forint értékben kaptak új felszereléseket a budai önkéntes tűzoltók. Alternatív üzemű járművek átadták az első támogatott elektromos autót. Az utolsó pillanatok. Ma is nagy volt a tömeg a boltokban. 35-40 ezer forintot költenek átlagosan a családok az ünnepekre. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Közel 1 millió forint értékben kapott új védőfelszereléseket és más tűzoltó technikai eszközöket a Budavár Rózsadomb önkéntes tűzoltó egyesület. Ők az elmúlt évben közel 100 esetben segítették a hivatásos tűzoltók munkáját az 1., 2. és 12. kerületben. A katasztrófavédelem pályázatán keresztül összesen 600 millió forint összértékű támogatást osztottak szét önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek között. Olyan mentőkámzsából is került hozzánk idén még egy, amiből tavaly is. Ezekkel füstben rekedt embereknek a mentését tudjuk végrehajtani. A legújabb eszközeiket mutatja Rozsos Zsolt, a Budavár Rózsadomb önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. A védőkesztyűket, ruhákat és más tűzoltó technikai felszereléseket a katasztrófavédelmi igazgatóság pályázatán elnyert közel 1 millió forintos támogatásnak köszönhetően tudták beszerezni. Ebből az 1 millió forintból javarészt egyéni védőeszközöket, illetőleg felszereléseket tudtunk, illetve nagyon fontos volt az oktatás továbbra is, tehát azok a tagtársaink, akik ezeket a kis gépeket használják, ők tanulták ennek a kezelését, illetőleg a tűzoltógépjárműveinknek a vezetői, azok vezetéstechnikai képzésen vettek részt ennek a pályázatnak a terére. Ezek lezajlottak egyébként, ezek a képzések már javarészt. Ezeket a felvételeket a Budavár Rózsadomb önkéntes tűzoltó egyesület tagjai készítették. Az elmúlt egy évben közel 100 esethez kellett kivonulniuk az 1., 2. és 12. kerületben. Gyakran saját életüket kockáztatták, hogy másokon segítsenek. Ennek ellenére egyre többen jelentkeznek az egyesülethez. Időt kell rászánni, de talán ezt mondanám a legrosszabb dolognak. A jó része pedig az, hogy csomó új dologgal találkozol, fejleszted magad tovább, hogy bizonyos helyzetekre tudjál reagálni, és igazából segítesz másokon ezzel egy időben. Az önkéntes tűzoltók az állami támogatás mellett különböző felajánlásokból és saját forrásból fedezik a működési költségeiket. A befolyó összegekből folyamatosan fejlesztik az eszközállományt. Gyakorlatilag teljes füstben és sötétségben is ilyen képet alkot ez az eszköz. Ezt a hőkamerát nemrég vásárolták. Ennek az eszköznek a segítségével életmentést tudunk végrehajtani, tehát hogyha valaki füstben rekedt, akkor ez az eszköz alkalmas arra, hogy segítsen a felkutatásában. Eltévedt személyek, tehát erdőben eltévedt személyeket meg lehet vele találni, vagy könnyebben lehet vele keresni, hiszen ez a kamera ez hőképet ad, illetőleg a tűzoltásoknál egy nagyon hasznos eszköz. A katasztrófavédelem pályázatán keresztül egyébként összesen 600 millió forint összértékű támogatást osztottak szét önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek között. Átadták az első olyan elektromos autót, amelyet a hasonló alternatív üzemű járművekre kiírt kormányzati támogatás révén az eredeti árnál jóval olcsóbban vásárolhattak meg. Eddig 33 pályázat érkezett be, ezek támogatásával év végéig 47 új elektromos autó talál gazdára, és májusig összesen 1300 autót vehetnek meg kormányzati segítséggel. Kevés gépkocsi átvételét kísérte akkor a sajtónyilvánosság, mint ma egy alternatív energiával működő kisautóét. Nem véletlenül. Ez volt az első olyan teljesen elektromos erőforrással hajtott autó, amelyet a kormány által néhány hónapja meghirdetett, kocsinként akár 1,5 millió forintot is elérő, visszanemtérítendő támogatás segítségével vásárolt meg egy autós. A jelentős támogatás mellett más kedvezmények is járnak. Ilyen járműk megvásárlása esetén nem kell regisztrációs adót és cégadót fizetni abban az esetben, hogyha ezt cég vásárolja, illetve a villamosenergia árában lévő áfatartalom visszaigényelhető. Ugye ezzel összhangban szeretnénk egyre inkább elterjeszteni az állami segítséggel létrehozható elektromos közlekedés feltételeit. A közbeszerzési hivatal már 7 elektromos járművet beszerzett a kormányzat részére. Most készülünk a következő kiírásokkal, az a tervünk, hogy az elkövetkezendő években ilyen éves szinten minimum 50 elektromos járművet szerzünk be,
az állami hivatalok részére. Célkitűzésünk az is, hogy ösztönözzük, hogy a taxiknál minél magasabb arányban jelenjenek meg az elektromos működtetési taxik. Lepsényi István államtitkár is kipróbált már néhány típust az elektromos autók közül, és azt mondta, rendkívül gyorsak és persze nagyon környezetbarátok. Ám aki nem tud ilyen autókat vezetni, annak sem kell lemondani a földkímélő gondolkodásról. A fővárosban, főleg Budán ugyanis nagyon sok elektromotorral üzemelő buszt állított forgalomba a BKK. 2020-ra Magyarországon mintegy 30 ezer elektromos jármű fog közlekedni. Ezeknek jelentősen, de még természetesen hibrid, de egyre nagyobb arányban vesznek részt a közlekedésben a tisztán elektromos hajtású járművek. Annak érdekében, hogy a megfelelő feltételeket biztosítsuk, jelentős jogszabályi változásokat hajtottunk végre. Elsősorban bevezettük ugye a zöld rendszámot, tehát a környezetkímélő járműnek a fogalmát. Noha a zöld rendszámot és a fővárosi ingyenes parkolást most még a viszonylag nagy benzinmotorral hajtott hibridek is élvezhetik, ám a kormány által tavaly elfogadott Jedlik program keretében nagyon sok olyan elektromos töltőállomás létesítésére lesz lehetőség, amely a kifejezetten elektromos meghajtású kocsiknak teremt jó feltételeket. Az állam azt szűzte ki maga elé, hogy a jövő évben biztosítjuk az ország átjárhatóságát, tehát nem csak a városokban lehet majd meg otthon lehet tölteni az elektromos járműveket, hanem az autópályák mentén kiépítjük azt a töltőhálózatot, amellyel bárhonnan, bárhová el lehet jutni, ami abból a szempontból lényeges, hogy a jelenlegi járművek jelentős hányada az 140-160 kilométert tud megtenni. Ez a szám természetesen növekszik, de ahhoz, hogy át lehessen menni nyugodtan az országon, azt szeretnénk elérni, hogy 80 kilométerenként első lépésben minimum a főutak mellett legyenek töltőállomások, ahol viszonylag rövid idő alatt fel lehet tölteni az elektromos járműveket. A kormány 1 milliárd forintos támogatási keretének segítségével rövid időn belül mintegy 5000 töltőállomás létesülhet. Az elektromos autók megvásárlását támogató 2 milliárdos keret révén pedig májusig körülbelül 1300-zal bővülhet a magyar utakon a tisztán elektromos hajtású autók száma. Eddig 24 ezer csok igénylést fogadtak be a bankok, Hornung Ágnes pénzügyekért felelős államtitkár egy lapinterjúban ismertette. A novemberig beérkezett igénylések körülbelül 71 milliárd forint értékű támogatást jelentenek, jövőre pedig várhatóan még többen élnek a lehetőséggel. Ma is óriási tömeg volt a boltokban, sokan voltak, akik még csak most szerezték be az ünnepi menühöz szükséges alapanyagokat vagy az ajándékokat. A felmérések szerint a családok átlagosan 35-40 ezer forintot költenek az ünnepekre. Az Országos Kereskedelmi Szövetség becslése szerint a boltok forgalma idén decemberben 5%-kal lesz magasabb, mint egy évvel korábban. LED-tévék, okostelefonok, könyvek és ruhák az idei évben is ezek a sláger termékek karácsonykor. Az ajándékok és az ünnepi ebédhez szükséges alapanyagok beszerzését most is sokan hajták az utolsó pillanatokra. Ezen a budai piacon is nagy volt a tömeg. Már beszereztem a baromfikat, hízott kacsa, nagy tyúk. Ez egy gyümölcs, nagyon fontos, sütök néhány süteményt. Halból is jóval több fogy ilyenkor, mint az év más időszakában. A pontja, süllő, a harcsa a legkelendőbb, de a lazac is népszerű. Sokan a hagyományos halászlé és a rántott hal mellett más elkészítési módokat is kipróbálnak. A vékony sonkaszeletekbe fogom betekerni hosszába, és a sonkaszeletek alatt lesz egy réteg töltelék, prézliből meg fűszerekből. A felmérések szerint a családok idén többet, átlagosan 35-40 ezer forintot költenek az ünnepekre. Több 10 ezer forint. Körülbelül 30-40 ezer forintot. Az Országos Kereskedelmi Szövetség becslése szerint a boltok forgalma idén decemberben 5%-kal lesz majd magasabb, mint egy évvel korábban. A december és ezen belül a karácsonyi időszak az év legerősebb napjait, heteit jelenti a kereskedelem számára, hiszen ekkor értékesítik a legtöbb árt. Ez természetes is mindenütt, ahol a karácsony ünnepi asztallal, ajándékozással fonódik össze. Jelenleg azzal számolunk, hogy a teljes decemberi kis kereskedelmi forgalom, élelmiszeripari üzemanyagvásárlás 5%-kal bővülhet, és ez azt jelenti, hogy túlépheti akár az 1000 milliárd forintot is. A vásárláskor kapott számlát, blokkot mindenképpen érdemes megtartani, erre hívja fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Mindenféleképpen érdemes arra figyelni még a nagy karácsonyi forgatagban is, hogy a vásárlást igazoló dokumentumokat tegyük el. Ez azért fontos, mert hogyha ezek nincsenek meg, akkor gyakorlatilag a kereskedőnek nem is kell foglalkoznia a panaszunkkal. Hogyha interneten keresztül vásároltunk meg például egy fényfüzért, akkor az internetes vásárlásokra teljesen más szabályok vonatkoznak, mint hogyha üzletben tettük volna ezt meg. Hogyha interneten vettük meg a fényfüzért, ugye mint ahogy az előbb is mondtam, akkor 14 naptári napon belül a vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben a fogyasztónak kizárólag a visszaszállítás költségét kell kifizetnie, és a kereskedőnek vissza kell térítenie a terméknek a teljes vételárát, illetve a kiszállítási díját. Hogyha üzletben vásárolunk egy terméket, akkor azt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy hibátlan terméket a kereskedőnek nem kötelessége kicserélni. A boltok többsége egyébként szombat déltől egészen keddig zárva lesz. Az ünnepek alatt a szokásosnál is jobban kell figyelni az élelmiszerek tárolására, erre figyelmeztet a Nébih. A nyers húsokat, zöldségeket és tojást a többi élelmiszertől elkülönítve kell tárolni, a zöldségeket és a gyümölcsöket pedig mindig alaposan meg kell mosni, ezt tanácsolják a szakemberek. Az élelmiszerek évente több tízezer megbetegedést okoznak a nem megfelelő tárolás miatt. Karácsony előtt virsliket és beigliket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A beiglik mindegyike megfelelt az előírásoknak, de az ellenőrzött 19 virsli fajtából 5 nem ment át a teszten. A termékek fehérje és sótartalmával voltak problémák. Átadták a legjobb hazai kutatóknak járó Gábor Dénes díjakat. Fizikusok, mérnökök és orvosok munkáját ismerték el. A díjazottak között volt a 12. kerületben élő Szabó Csaba Attila villamosmérnök, aki az interneten keresztüli multimédia továbbítás kutatásában és oktatásában elért eredményeiért életműdíjban részesült. Találjuk fel a jövőt, mondta egykoron a kiváló fizikus Gábor Dénes. Jelmondatának üzenete napjainkban különösen aktuálissá vált, az élet szinte minden területén. Legyen az fenntartható fejlődés, nyersanyag, energia és hulladékgazdálkodás. Csak a tudatosan alakított jövő hozhat megoldást gondjainkra, mondta dr. Latorcai János, az országgyűlés alelnöke. A jövőt ugyan Gábor Dénes szavait kölcsönvéve megjósolni előre nem lehet, de feltalálni lehetséges. A Novofer alapítvány által 1989-ben létrehozott Gábor Dénes díjat idén 28. alkalommal adták át a civil szféra legnevesebb műszaki alkotóinak. Egyre több esetben nyerték el a kuratórium tagjainak szavazatát azok a műszaki teljesítmények, amelyek haszna az élettudomány és az egészségügy területén jelentkezik, és hoz akár piaci értelemben is sikereket. Jamrik Péter, a Novofer Alapítvány vezérigazgatója beszédében elmondta, a műszaki, szellemi alkotások a mérnöki munka és a technológiai fejlesztés területén nyújtott kiemelkedő teljesítményeket díjazták. Az innovációs lánc szinte minden szakaszát végigjárták az alapkutatástól, az alkalmazottkutatáson át, a fejlesztési tevékenységét, majd a gyártás, később az eredmények piacra jutatást. Gábor Dénes életműdíjban részesült a 12. kerületben élő dr. Szabó Csaba Attila villamosmérnök, a BME Hálózati és Szolgáltatások Tanszék professzor emeritusza, aki a szélessávú hálózatokon és interneten keresztüli multimédia továbbítás kutatásában és oktatásában elért eredményeiért a közösségi hálózati technológiák, alkalmazások és szolgáltatások, üzleti modellek innovatív kidolgozásáért és értékteremtő megvalósításáért nyerte el a díjat. Pályámon, aki elindított, Barta István professzor volt az egyik első híradásnak a tanszék vezetője a BMN. Ő maga is gazdag ipari háttér innovációs tevékenység után lett tanszékvezető az egyetemen, és tőle azt tanultam meg, hogy mennyire fontos az egyetemi oktató számára az ipari háttér ismerete, a gyakorlat és az elmélet egysége. Magyarországon napjainkban több mint 200-an részesültek eddig Gábor Dénes díjban. A díjazottak táborát jövőre újabb elismert alkotók gyarapítják majd. Módosul a budapesti járatok menetrendje az ünnepek alatt. December 24-én 15-16 órától az éjszakai buszok közlekednek. Az utolsó metrószerelvények a Deák Ferenc térről 15 óra 34 és 15 óra 45 perc között indulnak el. A 6-os villamos 16 és 20 óra között 10 percenként, 20 óra után pedig 15 percenként közlekedik. December 25-én és 26-án az ünnepnapi munkaszüneti napi indulásokat kell figyelembe venni a menetrendben.
27-től 30-ig az iskolaszünet idején érvényes munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok. Kedves nézőink, munkatársaim nevében is békés boldog karácsony kívánok Önöknek, viszontlátásra!